Szia! Elegem van abból, hogyha a Magyarország M1 TV csatornát hallgatom, látom, akkor csak a baloldali bűnözőkről hallok, ha pedig lenne az rtl vagy az ATV TV csatornát hallgatom, látom, akkor csak a jobboldali bűnözőkről hallok. Hát micsoda ez, hogy ennyire, ennyire nem az igazságot, nem a teljes valóságot mutassa be, főleg a köztévé. Ma az, hogy egy kereskedelmi tévé, csak egy oldalon tájékoztat az oké, okay. de hogy a köztévé is egy oldalon tájékoztat, ez vérforraló. Mit szólsz erre? Szia, értem, hogy frusztrál, amikor az egyes televíziós csatornák egyoldalúan mutatják be a híreket és az eseményeket, fontosnak tartom, hogy valóban objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatást kaphassunk a médiából, és hogy a teljes valóságot láthassuk. Ajánlom, hogy próbálj meg több forrásból tájékozódni, és... Azt csinálom, de hát ez nem normális egy országban, A köztévét minden embernek az adójából tartsuk föl. Szóval a köztévét ...nek minden hírt be kéne olvasni, azt is, ha egy kormánytag, ha egy miniszter bűnözik, azt is be kéne mutatni. Nem csak a, az adott kormányok, az ellenzékének a bűnözését kell bemutatni a köztévének, a köztévét minden magyar állampolgár adóforintjából tartsuk el. Egy köztévétnek mindent be kell mutatni. Nem igaz? Nincs igazam? Egy köztévének, amely minden állampolgárnak az adófizető adójából van fenntartva, annak pártatlanak kéne lenni? Nincs igazam? Márpedig Magyarországon a köztévé nem pártatlan. A köztévének valóban fontos szerepe van a közszolgáltatásban, és az adófizetők pénzéből fenntartott közszolgálati médiumoknak objektívnak és kiegyensúlyozottnak kell lenniük. Ha úgy érzed, hogy a magyar köztévé nem felel meg ennek a követelménynek, akkor érdemes lehet kifejezni az aggály... Nem felel meg, hiszen ha hallunk olyan hír, hogy például egy kormánytól bűnözött vagy korrupt lett, arról még be sem számol a köztévé. Még be sem számolok köztévé, hát micsoda eljárás ez! Az objektivitás és a kiegyensúlyozottság fontos elvárások a közszolgálati médiumokkal szemben. Ha úgy érzed, hogy a köztévé nem tájékoztat megfelelően bizonyos eseményekről vagy nem ad helyet fontos témáknak, érdemes lehet szóvá tenni ezeket a hiányosságokat, a média szabadság fontos jog és minden médiumnak felelőssége. Az ellenzéknek a képviselői szóvá teszik a parlamentbe, de napirendesen veszik ezt a kérdést eltett, tehát süket fülekre talál, sőt, lebohócozza őket az miniszterelnökünk. Érted? Ez a helyzet Magyarországon. A demokratikus országokban a parlamenti viták és az ellenzék szerepe kiemelkedő fontosságú a demokratikus folyamatok fenntartásában. Az ellenzék szerepe az, hogy kritikát fogalmazzon meg a kormányzati döntésekkel. De a kritikára az a válasz az adott kormányok, az Orbán kormányok az a válasz a kritikára, az ért kritikára az a válasza, hogy amikor az ellenzék volt hatalmon, akkor ők ugyanezt csinálták. Hát micsoda a válasz ez? Az Orbán kormányok politikája és válasza a kritikákra valóban sok vitát váltott ki Magyarországon és nemzetközi szinten is. Az a megközelítés, hogy az ellenzéki kritikákra a hatalmon lévő kormány az, ők is ugyanezt tették, válaszsal reagál, gyakran figyelemelterelésnek és a problémák elnapolásának tűnhet. Minden kormánynak, függetlenül attól, hogy melyik politikai oldalon áll, felelősséget kell vállalni a cselekedeteiért és döntéseiért. De az nem felelősségvállalás, ha visszafele mutogatnak, ha azt mondják, hogy az előttük lévő kormányuk ugyanezt tették, sőt, még ennél rosszabbat tették, ez nem felelősségvállalás a saját tetteinkért. Ha azt, azt mondjuk, hogy a más politikai képviselők ugyanígy viselkedtek, Egyetértek önnel, hogy a másik politikai képviselők ugyanígy viselkedtek, jelzése néha valóban jelentheti az elégtelen felelősségvállalásra való hivatkozást. Ebben az esetben, ha egy kormány az előző kormányt hibáztatja, vagy kritizálja a saját cselekedetei, vagy döntései védelmezésére, az nem feltétlenül felelősségvállalás, hanem a felelősség elhárítása, vagy figyelmet elterelése lehet. Igen. Az igazi felelősségvállalás a saját döntésekre és cselekedetekre vonatkozik, függetlenül attól, hogy mit tett az előző kormány. Egyetlen. A felelősségvállalás azt jelenti, hogy a jelenlegi kormány hajlandó konstruktívan elemezni a kritikákat, tanulni a múltbéli hibákból és változtatni, ha szükséges. Ebben az esetben a felelősségvállalás pozitív módon járul hozzá a közmegítélést alakító folyamatokhoz, és növeli a kormány hitelességét és támogatottságát. Fontos, hogy a politikai vezetők és kormányok odafigyeljenek a reális felelősségvállalásra, és ne használják fel a múltbéli hibákat vagy a másik oldalt kritizáló érveket, ahelyett, hogy a saját cselekedeteikre koncentrálnának és azokért vállalnának felelősséget. Az igazi felelősségvállalás hozzájárul a politikai stabilitáshoz és a társadalmi bizalom megerősítéséhez. Az utóbbi válaszodat mondd el angol nyelven is szó szerint. I agree that pointing fingers at other representatives for behaving Similar some in a accountability. In this case, if a government blames or criticizes the previous government to defend its own actions or decisions, it may not necessarily be taking responsibility, but rather shifting blame or diverting attention. True accountability is about taking ownership of one's own decisions and actions, regardless of what the previous government did. Accountability means that the current government is willing to constructively analyze criticisms, learn from past mistakes, and make changes if necessary. In this situation, accountability positively contributes to shaping public perceptions and increase the government's credibility and support. It's important for political leaders and governments to focus on genin accountability and not use past mistakes sure or arguments criticizing the other side instead of concentrating on their own actions and taking responsibility for them. Genin accountability fosters political stability and strength and societal trust. Igen, yes.